Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője, a stúdió vendégünk, szeretettel köszöntöm itt nálunk. Jó napot kívánok! Nemrégiben megjelent a magyarországi szóvivőkről egy nagyon kedves kis könyv, ahol önökhöz is egy kicsit közelebb kerülhet a nagy közönség, és abban olvastam ezt a mondatot, hogy ön a legrégebben szó szerint a pályán lévő szóvivő. Igen, én is visszanéztem itt a kollégák adatait, és én 94-ben kezdtem a szóvivői pályát, és azóta folyamatosan csinálom. Igen, a leghosszabb ideig regnáló szóvivő, talán ez a leghelyesebb, ugye volt előtte néhány kollégám, aki már dolgozott a 90-es évek legelején is, tehát aki a leghosszabb ideje regnál jelen pillanatban is. Az én pályám az a Vám és pénzügyi őrségnél kezdődött, amikor a focista pályafutást befejeztem, és gondolkodtam, hogyan továbbon. Bejártam a vámhivatalba, ott végeztem a napi munkát, és közben elvégeztem egy újságíró iskolát. Akkoriban alakult meg a Vám és pénzügyi őrségnél a sajtóosztály, és oda kerestek kollégákat, embereket, és egy ilyen szerencsés találkozás volt, hogy elmentem ilyen próbabeszélgetésekre, közleményt kellett írni, gyakorlatként, és aztán azt mondták, hogy megfeleltem, és ez volt, mondom, 94-ben, és azóta üzem. Azóta persze változás volt az életemben, már nem Vám és pénzügyi őrség, hanem Magyar Labdarúgó Szövetségnél teljesítek szolgálatot, hogyha már ilyen kifejezéseket használunk. Tehát elengedhetetlen egyfajta háttértudás ahhoz, hogy beszéljünk arról a nagy közönség fele, ami őket is érdekli, jelen esetben a futball, de ez a jó beszélők és vérvonal azért ott van eléggé erősen az önök családjából, a fia is nagyon jó bőbeszédő fiatalember, Sipos Dávid Günther, illetve az ön unokatestvére, a Bonum Televízió munkatársa, Mohai Gábor is rokonságban vannak, tehát hogy mondhatni, hogy a zsigereikből jön ez a fajta tartalmi mondani valóval ellátott beszédkényszer? Én azt gondolom, igen, de ha nagyapára gondolunk, akkor ő is nagy dumás volt. Ugye ő Sátoraljóhelyen élt, és egy köztiszteletben álló ember volt a városban, és ahogy én emlékszem rá, ő is egy nagy dumás volt, amikor elvitt magával sétálni a főutcán, nagyon sok emberrel megállt beszélgetni, sztorizott, jókat mondott, és nekem az ott a benyomásom, hogy nem csak tisztelik, hanem szeretik is a nagypapát. Elképzelhető, hogy ezen a vonalon jött ez a beszélőke, beszédkészség. Valóban Gábort ugye annak idején gyerekként csodálattal néztük a televízióba, egy-egy műsorban megjelent, hallgattuk a rádióba, kötelező program volt szinte otthon a családnál, és hát az én fiam is tovább vitte ezt a vonalt, ahogy elhangzott, hogy a rádiós műsorvezetőként dolgozik jelen pillanatban is. Tehát akkor megkerülhetetlen ez a fajta vérvonal, és a hit vajon gyerekkora óta jelen van ez életében, hiszen találkozott II. János Pál pápával is, úgyhogy biztos, hogy van valami a háttérben. Életem kiemelkedő eseménye volt és élménye volt ez a találkozás II. János Pál pápával. Egy rendészeti delegációval tartózkodtunk Rómában, és akkor volt Vatikánban egy nagy ünnepség, és felajánlották az ottani szervezők, hogy valaki a delegációból személyesen is találkozhat a pápával, és átadhatja Magyarország ajándékát. És ez a kiválasztott szerencsés ember, ez én lettem, rám esett a választás. Ahogy visszagondolok rá, akkor is beleborzongok, hiszen a téren Vatikánban volt az ünnepség, és hogy megfordultam, mögöttem 150-200 ezer ember a téren, és tudtam beszélni néhány mondatot János Pál pápával, de nagyon sokan álltak előttem is a sorba, és utána is a sorba, tehát túl sok idő nem volt, de azt mindenképpen elmondtam neki, hogy Magyarországról jöttünk, és fogadja szeretettel ezt az ajándékot a magyar delegáció nevében, és ő megemlítette nekem, hogy ő nagyon szereti a magyarokat, nagyon sok ismerőse és barátja van, és most rajtam keresztül küldi az áldását a magyaroknak, úgyhogy ez nagyon felemelő érzés volt, és természetesen azóta is hordozom magamban. Néha fellapozok bizonyos fényképeket, könyvet, és jó eső érzéssel gondolok rá, hogy nekem megadatott ez a lehetőség, hogy személyesen is találkozhattam vele. Tehát találkozás a Szent Atyával, ez is teljesen random módon jött ezek szerint önnek. És visszatekintve a több évtizedes pályafutására is, elmondhatjuk, hogy mindig jókor volt jó helyen, vagy a véletlenek összejátszásával kerülhetett ennyi szóvivői poszthoz?
Hát túl sok helyen nem voltam, de nyilván kell szerencse is, hogy amikor befejeztem ugye a focista karriert, akkor pont akkor volt szükség egy szóvivőre az adott cégnél. És én ott voltam kéznél, mert ugye volt ez az újságírói végzettség, és azt mondták, hogy na jó, akkor próbáljuk ki a Jenőt, és aztán megfeleltem a próbán, és akkor legyen a Jenő. Aztán jött a váltás, amikor a Magyar Labdarúgó Szövetséghez kerültem, akkor is egy hasonló szituáció volt, akkor is egy váltás folyamán kerestek meg, és mondták, hogy szükség lenne a munkámra, segítenék a labdarúgás kommunikálásában, és akkor azt mondtam, hogy persze, hiszen a gyerekkorom egy másik elválaszthatatlan része volt, a tanulás és a munka, mert az a foci, hiszen gyerekkoromban rendszeresen a gyöngyösi focipályán voltam édesapámmal, ott szerettem meg a mozgást, a labdarúgást, és végigkísérte az életemet. Egyébként azért is fontos a foci az életemben, mert valóban egyrészt az iskolaválasztásban is nagy szerepet játszott, hiszen azért mentem abba a középiskolába, mert az edzőm volt a testnevelő tanár. Amikor katonasságnak bevonultam, olyan helyre vonulhattam be, ahol a foci csapat is volt, tehát volt valami kedvezmény is a többi katonához képest, tehát ilyen szabadság eltávozás vonatkozásában, és a későbbi munkahelyem, tehát a vám és pénzügyőrség is a focinak köszönhető. Tehát sokszor mondják, hogy a foci az ilyen játék, olyan játék, nem tagadom, hogy nekem meghatározta az életemet. A kisgyerekkoromtól a mai napig is végig kíséri. Nem mondom, hogy nincs emellett más, mert természetesen van más, de nem tagadhatom, hogy a foci teljesen kitölti az életemet gyerekkoromtól mostanáig. De ezek mellett, ahogy említettem, mindig vannak ilyen részfeladatok, nem biztos, hogy részfeladatokként kell mondjuk egy nyomozói hivatást vagy járőri hivatást felfogni, de mondhatni, hogy ön igazából a vicceknek a tárházát már végigjárta, vannak rendőrviccek, focista viccek és hasonló. Igen, és akkor a vadászpilótát meg sem említettük, ugye, mert amikor katonaságnál voltam és repülőtéren szolgáltam katonaként, és ott óriási repülési élet volt, ugye vadászgépek, utászgépek, és akkor beleszerettem a repülésbe is, és nagyon szívesen kipróbáltam volna ezt a vadászpilóta életet is, azonban voltak ilyen nehézségek, hogy külföldre kellett volna menni tanulni, abba kellett volna hagyni a focit, tehát sok-sok választás elé kerültem, és úgy döntöttem, akkor maradok inkább a foci mellett, de mai napig rajongok a repülésért, utasként most már természetesen, de hogyha látok egy vadászgépet az régen, akkor megállok akár kocsival is, és gyönyörködöm benne, és irigylem, és csodálom a pilóták életét. És visszakanyarodva a futballhoz, a Magyar Labdarúgó Szövetség élén azért biztos kap hideget, meleget, legalábbis a szurkolóktól, úgy gondolom. Ez hullámzó? Tehát, hogyha nyer a magyar válogatott, vagy bármilyen kedvenc csapatom, akkor jaj, de örülünk ennek, amikor meg éppen lent vannak a béka feneke alatt, akkor megtámadják a Magyar Labdarúgó Szövetséget, és ezt hogy lehet szakmaian fogadni és erre válaszolni? Ez pontosan így van. Ezt a hétköznapokon megtapasztalom a benzinkúton, a bevásárlóközpontban, meg bárhol megyek az utcán. Amikor 2016-ban a magyar labdarúgó válogatott kijutott a Franciaország Európa-bajnokságra, akkor mindenki csodálatos volt, még engem is gratuláló leveleket írtak, halmoztak el, utcán, benzinkúton megállítottak, érdeklődtek a csapat iránt, és teljesen jó hangulat volt. Ugye emlékezhetünk, hogy föl voltak díszítve az autók a városba, hatalmas ünnepség volt a Hősök tere, amikor érkezett a delegáció Franciaországból, viszont vannak nehéz időszakok is, amikor nem szerepel ilyen jól a csapat, nincsenek olyan jó eredmények, akkor bizony elmondanak mindenkinek, és mivel én jelenek meg általában, ezt rajtam keresztül közlik vagy vezetik le, természetesen ezt el kell viselni, ez a munkakörrel jár adott esetben, hogy nem csak a jóból veszük ki a részünket, adott esetben a kritikusok dolgokból is, de hogy akik meghallgatják egyébként a válaszokat is, tehát nem csak fröcsögő leveleket írnak, vagy esetleg telefonálnak, azokat azért sikerül megnyugtatni, hogyha ha hosszú távon nézzük itt a futball helyzetét Magyarországon, mert rendkívül sokat fejlődött az elmúlt időszakban, most már nagyon sok gyerek focizik, megfelelő feltételek vannak, és reméljük, hogy egyre több lány is bekapcsolódik majd itt a foci vérkeringésébe, és hát most már olyan stadionjaink van, olyan pályáink vannak, ahol lehet és érdemes mondjuk női bajnokok ligája döntőt szervezni és rendezni, ugye jövő hétvégén lesz Budapesten a női bajnokok ligája döntő a Barcelona és a Lyon csapatai között, és ma már ezt is megértük, hogy az UEFA, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség úgy gondolja, hogy érdemes Magyarországra hozni ilyen rendezvényt. Hát legyen így minél több, nem csak a hölgyeknek, hanem a férfiaknak is sok sikert, és persze mindenki nyerést vár el.
Köszönöm. Köszönöm. Igen, hát akkor más a hangulat. Ha győz a csapat, akkor rendben van minden, akkor még a vezetők is rendben vannak, az edzők is, játékosok. Ha vesztés van, vagy rossz eredmény van, akkor egy kicsit rosszabb hangulat, de ezt is kezeljük, ezt is megoldjuk. Egyébként az előző kérdésemre visszatérve, én igazából úgy gondoltam, hogy az MLS élén áll, emellett meg fotbalista és szurkolói szemmel is néz, itt szét lehet ezeket a funkciókat választani? Természetesen szét is kell, bár azzal teszem, hogy MLS szóvőként nem ragadtathatom el magam egy-egy mérkőzésen. Tehát, hogyha kimegyek egy bajnoki mérkőzésre, akkor nekem semlegesnek kell maradnom, tehát nem szurkolhatok egyik vagy másik csapatnak. Természetesen, amikor magyar válogatott játszik, akkor egyértelmű a dolog. És ráadásul még azért a mai napig rendszeresen én is játszom ilyen amatőr csapatban, öreg fiú csapatban. Ha tehetem, akkor ott vagyok a pályán, és próbálom azokat a mozdulatokat visszahozni, ami 20-30 évvel ezelőtt még simán megvolt. És sikerül? Legtöbbször igen, legalábbis én azt gondolom, mások nem biztos, hogy így gondolják. Mit szoktak ilyenkor kivenni, két jobb lábat, vagy jó lábat? Hát igen, szoktak, igen, hogy egyéb beszólások is vannak, de már ez nem olyan tétre megy, mint korábban. Tehát itt már azért könnyen kibékülünk a meccs után a fehér asztal mellett, amikor már anekdótázunk, emlékezünk a régi időszakra, amikor még gyorsan futottunk, még nagyokat rúgtunk, most már ezek a módok lelassultak, de nagyon szeretjük, és hát azt tudom mondani, hogy ezt egy életen át kell játszani. Tehát ahogy én nálam is a születésemtől jószerűből kódolva volt, hogy sport közelében leszek, labdarúgás közelében leszek, és a mai napig így van, ez tényleg, és ahogy kitöltötte az életemet, ahogy erről beszéltünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm a lehetőséget.